Február 21-én és 22-én került megrendezésre a SAK Diákolimpia 22. kerületi válogatója a Magyar SAK Szövetség szervezésében. Az eseménynek a Kempelen Farkas Gimnázium adott helyszínt, Budafok-Tétény önkormányzata pedig díjakkal támogatta a versenyt. A jelentkező iskolások összesen 6 korcsoportban egyéni és csapatversenyeken indulhattak a díjakért. Nagy örömünkre a két versenynap közel 100 fiatal vett részt ezen a megmérettetésen. A kerületi diákolimpiai bajnok kvalifikálja magát a budapesti középdöntőre. A kerületi diákolimpiákon ugyanúgy a összes korcsoport kis diákja és nagyobb versenyzője részt vesz, és a rendes szabályok, sakkszabályok szerint küzd a minél jobb helyezésekért. A sakkpartik szabályszerű lebonyolításáért a Barca Gedeon Sportklub felelt, amely elkötelezett a hazai sakk utánpótlás neveléséért. Azon kívül, hogy ennek a versenynek az egyik fő feladata, hogy meghatározza a bajnokokat, tehát a kerületet ki is képviseli a következő versenyen, a másik fontos gondolata, hogy népszerűsítsük a sakkot. És ennek ezért is örülünk annak, hogy ilyen szép számmal vesznek részt a gyermekek ezen a versenyen, hiszen mi is azért van egy olyan elképzelésünk, egy olyan számításunk, hogy azért sokan fogják folytatni iskolai sakk után, egyesületi szinten is, hol hobbi, hol egy kicsit magasabb szintű profi szinten is a versenyzést.